Az előző adásunkban a Mozaik családról beszélgettünk, most pedig Mártának azt a kérdést fogom neki szegezni, hogy mikor mondjunk igent, akár magunkban, ugye, akár hangosan sikítva egy férfi embernek. Hát ez nagyon-nagyon egyszerű matematikai képlet, amikor nincs egyetlen egy darab kompromisszum sem, amit felsorolhatunk. Vagy nem érezzük kompromisszumnak. Ilyen egyszerű a dolog. Nagyon jó, akkor megvagyunk. Mert nehéz, mert hozzászoktunk a kompromisszumokhoz, és hozzászoktunk ahhoz, hogy engedjünk. Engedjünk, hogy jobb legyen, engedjünk, hogy jobban szeressenek, engedjünk, hogy jobban elfogadjanak, mert ezáltal azt hisszük, hogy nekünk jobb lesz. Közben ez egy nagy tévedés, ez egy csapda. Becsapjuk magunkat sokszor? Sokszor. Nőkre vagy férfiakra jellemzőbb egyébként az önbecsapás? Nem tudom, hogy ezt így kéne venni, mert a férfiak is becsapják magukat, csak nem beszélnek annyit róla. Mi nagyon sokat beszélünk. Ők azért magukban jobban elkönyvelik ezeket a dolgokat, nem feltétlenül biztos, hogy egészségügyileg nekik jobb. Mi meg sokat beszélgetünk róla. Szerintem a csapdák ott vannak nőknek, férfiaknak egyaránt felsorakozva, de ez az egyik csapda, hogy annyira a másik kedvében akarunk járni, hogy közben megfeledkezünk arról, hogy mi vagyunk, hogy mi mennyit érünk, hogy mi mindent szenvedtünk vagy nem szenvedtünk korábban, illetve annyira akarjuk ezt a gyerekkortól, fiatalkortól ábrándozott mennyasszonyi ruhát, hogy sokszor ez van a fókuszban, és nem a további 10, 20, 30, 40, 50 év. A régi tanácsadás, amit a vallás hozott, ugye, hogy a paphoz kellett járni, nem tudom hányszor, azért ez nem volt egy rossz dolog feltétlenül, és elbeszélgetni arról, hogy mi a házasság. Ezt kellene tisztába tenni, hogy minek mondunk igent, mi az illúzió és mi. Egy szerződés. Mire kötelez bennünket és a másikat ez a szerződés? Én azt hiszem, hogy semmire nem kellene, hogy kötelezzem, nem kötelezhet. Ugyanakkor egy elköteleződés a szeretet, az elfogadás és az igazodás irányában. Ha pontokba kellene szedni, Márta, tudom, hogy nem könnyű, akkor melyek azok a kapaszkodók, amik által biztosak lehetünk a választásunkban? Ha a kompromisszumok, mint mondtam, nincsenek ott, ha úgy érezzük, hogy szívesen igazodunk a másikhoz, és nagymamám mondásait azt hiszem, hogy nagyon jól működik, ha kétszer többet tesz meg érted, mint amennyit magáért, és benned is ugyanez van, hogy kétszer többet megtegyél érte, mint magadért, akkor már útban vagyunk. Illetve, hogyha harmóniát tudunk együtt teremteni, és tudjuk tisztelni annyira egymást, hogy szabadságot adunk, és örülünk a másik szabadságának. Én azt hiszem, hogy ez az öt dolog megvan, akkor úgy nagyjából ki lehet mondani az igent. A régi hármas pillér, amit nagyon sokszor emlegetnek, ugye az a humor, a szexualitás és a műveltség vagy intelligencia, ez mennyire állja még meg a helyét? Nem hiszem, hogy megállja a helyét. Inkább a jelenben élni, a jövőt együtt jól építeni, akár most gondolatban, és nem csak gondolatban, tettekben is, és az elfogadás az, ami még mondjuk ezeket az alappilléreket kell, hogy kiegészítse, és nem utolsó sorban a fejlődés. Nagyon sok kapcsolat nálam a kanapén megy tönkre ettől, hogy az egyik nagyon erősen megy fölfele, akár önismeretben, akár szakmai, akár egyéb, a másik leragad. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy következő pont kell, hogy legyen, hogy támogassuk, hogy fejlődjön, de utána kezdjünk mi is fejlődni. És mint ahogy a házban, ugye a háznak rakjuk le a tégláit, az alapjait, így kellene a házasságnak is minden tekintetben működnie. Egyszerűen, és ebből nem csinálunk könyvelést, ugye, hogy most én jövök, hanem ez így magától értetődik.